Azért ezeket válogattam ki, mert tavaly nagyon sok kiállításom volt. Volt két nagy retrospektív kiállításom, ehhez kapcsolódott egy kisebb válogatás, de az is 7-8 évet ölelt föl Veszprémben. És tulajdonképpen ezeknek a képeknek nagy része már ezeken a vidéki kiállításokon ki volt állítva, de itt Budapesten még nem. És úgy gondoltam, hogy érdemes talán őket itt is kiállítani. Bernát 4 évtizedes praxisában a vonal mindvégig meghatározó alapforma és hivatkozás maradt. A 80-as évek elején készült fotósorozatot leszámítva, soha többé nem ruházta fel ilyen komplex küldetéssel. Egészen mostanáig. A tektonikus képek 2015-2016 óta készülő első fázisáig. Az itt kiállított legújabb képeken a vászonra felhordott, asszociációkat keltő, de önmagában felismerhetetlen formákká lényegülő impasztó ecsetnyomok, mindeddig feszesen összetartott szalag és kristály architektúráknak nevezett rendszerén egy virtuális, szeizmikus mozgás hasadékokat ütött. Az olajfestékben, tehát egyébként egy hagyományos módon festek, sűrű, persze higítatlan olajfestéket használok, és abba alumíniumport, vagy bronzport, vagy részport keverek. Tulajdonképpen a fényárnyék változásukat azok az ecsetnyomok iránya szabja meg. Én nem akarok semmilyen irányított érzést kelteni a nézőkben. A címeim is nagyon neutrálisak, ugye már egy 30 éve vagy objektum, vagy mostanában tértanulmányt címet adok nekik. Azért, mert azt gondolom, hogy én arra várok, vagy abban reménykedem, hogy a néző által felkeltett impulzusok fölkeltenek a nézőben, stimulálnak olyan emlékeket, amelyek megvannak, és minden embernek más emlékei vannak, de ugye minél több emberben kelt föl valamilyen emléket, akár tájt, akár milyen emléket egy-egy konkrét kép, az nekem öröm. Eldönthetetlen, hogy mit látunk. Tolva Jernő empatikus esszéjében írta. Ez adja képeinek azt a titokzatos aspektusát. Tudniillik, nem tudható, hogy belülről vetül ki, vagy kívülről vetül be. Aminek következtében a művész belső világának abstrakciója és a kívülről érkező kép valóságos naturalizmusa keveredik. Eldönthetetlen, hogy az ábra olvasható, vagy mi látunk bele egy általunk érthető képet.